5 ponttal győzött a Sepsiszentgyörgyi Sepsi szék alatt TTT Riga ellen a női kosárlabda Euróliga selejtezőjének hazai mérkőzésén. A szentgyörgyiek jövő héten a Lett fővárosban lépnek pályára a párharc visszavágóján. Negyedszer vágott neki a legrangosabb európai kupasorozat az Euróliga selejtezőjének a Sepsiszentgyörgyi Sepsi szék női kosárlabda csapata. A selejtező kör odavágóján hazai pályán fogadták a TTT Rigát. A két csapat erősen idényelei formában játszott, sok hibával és nagyon szerény dobó százalékkal. Előbb a Sepsi szék, majd a Riga vezetett 10 ponttal, végül Hristova triplájával jutott előnyhöz újra a Sepsi szék, amely szoros 59-54-es arányú győzelemmel zárta a mérkőzést. Tisztában vagyunk azzal, hogy jobban is tudunk játszani, de most nyertünk. Van időnk megnézni néhány filmet, és megnézni, mind kell még javítanunk. Győztünk, ez a legjobb része a dolognak, de egyértelműen van még mind dolgoznunk. Zorán Mikes vezetőedző elmondta, hogy a visszavágóra alaposabban felkészülnek, mivel minden egyes edzéssel erősödik a csapat. Úgy gondolom, hogy a második mérkőzésre jobban felkészülünk. Minden nappal, amit együtt töltünk, egyre jobbak leszünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy legközelebb, amikor kimegyünk a pályára, jobb meccsünk lesz, mint ma. Büszke vagyok a játékosokra, mert visszajöttek a harmadik negyedben a hátrányból. Nagyon keményen küzdöttünk, hogy visszajöjjünk és megszerezzük a győzelmet. A szentgyörgyiek jövő szerdán a Lett fővárosban lépnek pályára a visszavágón. Tekintve a mostani szoros eredményt, a továbbjutás kérdése még távolról sem dőlt el.